Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám. Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 9-én sugárzott műsorát az állami gondozásról. A mikrofonnál Láng Júlia. Természetes, hogy a gyerekek jogainak nagyon eltérőek az ismérvei a világ 180 egymástól másban is nagyon eltérő országában. Még Svédországban törvény tiltja, hogy a kedves szülő megpokozza rakoncátlan gyermekét, a harmadik világ kisgyerekeit sok ezer dollárokért árusítják szervezett gyerekcsempészbandák, Brazíliában és Guatemalában pedig féllegális kivégző osztagok vadásznak a túlságosan elszaporodott utcagyerekekre. Ezt a múlt héten részleteztük. Lássuk most a boldogabb országokat, ahol a gond már az, nem védi-e túlságosan is az állam a gyerekeket. Járai János. Két elég különös könyv jelent meg a napokban a svéd könyvpiacon. De amilyen különösek és első hallásra unalmasnak tűnnek, annál izgalmasabbak, amikor az ember forgatni kezdi azokat. Az elsőnek az a címe, hogy Jogaim és a gyerekeknek íródott. A másik pedig a felnőtteknek ad felvilágosítás, tanácsokat ugyanarról, vagyis hogy mik a gyerekek jogai. A fiataloknak szánt könnyű stílusú színes írás nem csak azzal foglalkozik, hogy joga van-e az anyunak vagy az apunak elvenni azt az ajándékpénzt, amit a nagyi az unokájának adott, hanem arról is, hogy mit jelent az egy üzletből valamit ellopni. A szülőknek készült könyv pedig egyebek közt rámutat, hogy a mai zűrös világban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az ennivaló és a ruházat mellett a gyerekeknek igenis joguk van a szeretetre is. Ugyancsak a közelmúltban terjesztettek fel javaslatot a Népjóléti Minisztériumba arról, hogy gyermekjogi felelőst, képviselőt kell országos hatáskörrel létrehozni. Miről is van szó? Otthon is ismert, hogy Svédországban törvény tiltja a gyermekek megverését. De a kiskorúakat nem csak testi fenyítéssel lehet megalázni, hanem kiszolgáltatottságuk miatt számtalan más módon is hátrányos helyzetbe kerülhetnek a felnőtt világban. Nem akarom pontról pontra ismertetni a leendő gyerekképviselő feladatait, aki természetesen maga felnőtt lesz, csak annyit érdemes megjegyezni, hogy nem egyedi esetekkel fog foglalkozni, hanem a feladatkörébe tartozik majd szorgalmazni, hogy a gyerekek is helyet kapjanak az országalakító vitákban, például abban, hogy milyen legyen a jövő társadalma. Itt érdemes azonban megemlíteni, hogy a gyermekek védelme minden jó szándék ellenére az utóbbi időben több túlkapást is eredményezett. A svéd szociális szervek nem egyszer avatkoztak be különböző családok életébe, és vettek állami gondozásba a gyerekeket olyan ügyetlen és sértő módon, hogy az tragédiákhoz, illetve a nemzetközi bírósághoz vezetett. Különösen a szociáldemokrata kormány ideje alatt fordult elő, hogy a hivatalos szervek hiányos, illetve direkt hibás vizsgálatok alapján rúgtak fel otthonokat, és a gyerekek harmonikus fejlődési érdekeit hangoztatva nevelő otthonokba juttatták őket. A svédek ma már elismerik, hogy rendkívül nehéz belátni a szülő-gyerek kapcsolatba, és talán a nehéz gazdasági helyzet miatt is kétszer is meggondolják, mielőtt egy fiatalkorút elszakítanának a biológiai szülőktől. Ez egyébként az itteni törvények szerint alapfeltételnek kell, hogy legyen, hogy a szülők betegség, kábítószer vagy alkoholizmus miatt, hogy csak néhányat említsek, alkalmatlanak nyilvánuljanak a gyerek nevelésre. Külföldi példákat szem előtt tartva az utóbbi időben nagyobb jelentőséget kap Svédországban a fiatalkorú saját véleménye is, annak eldöntésében, hogy a hivatalos szervek milyen határozatot hozzanak.
Egy másik élénken vitatott kérdés, hogy a privát nevelő otthonokban lakó kicsit örökbe fogadhatják-e az ideglenes szülők. Ennek elvi akadálya nincs, de annál több gyakorlati. Mert a legtöbb esetben a biológiai hozzátartozók már csak bosszúból is ellenszegülnek az ilyennek. Erre a célra van viszont az örökbefogadási tanácsadó és hivatal, ahol a leendő szülők anyagi és erkölcsi alkalmassági kivizsgálása után kül- és belföldi lehetőségekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország. Hillary Clinton, aki január 20-ától a First Lady az Egyesült Államokban, híres ügyvédnő, a családjog és a gyermekvédelem szakembere. Egyik könyvében azzal foglalkozott, hogy Amerika története során voltak emberek, akiket alkalmatlannak minősítettek arra, hogy önnön jogaikat önmaguk képviseljék a bíróságok előtt. Így a rabszolgákat tulajdonos gazdájuk képviselte, később a feleségeket a férjük, és ma még a gyerekeket a szülők vagy gondozóik. De éppen a közelmúltban volt egy nagy port kavart ügy, amely megingatta ezt a dogmát is. Tárnok Éva jelenti Washingtonból. Ez év nyarán egy 12 éves floridai fiú örökbefogadásának története, annak jogi megoldásai ráirányították a figyelmet az elhagyott, illetve szüleik által súlyosan bántalmazott gyermekek állami védelmének nem kielégítő jogi szabályozására az Egyesült Államokban. A fenti eset jogi precedens teremtett azzal, hogy a bíróság megengedte, hogy a 12 éves fiú saját jogán kezdeményezze édesanyja szülői jogainak megszüntetését azért, hogy nevelőszülei örökbe fogadhassák. A bíróság döntése azonnal bekerült az országos hírekbe és a közvélemény figyelmének a középpontjába. A gyermekvédelem kérdéseivel való foglalkozás időszerűségét mutatta, hogy az állami gondozásba vett gyermekek száma 1985 óta közel 50%-kal nőtt, és a gyermekek fizikai bántalmazásáról szóló bejelentések száma pedig az utóbbi évtizedben megháromszorozódott. A gyermekvédelemmel foglalkozó jogászok, pszichológusok, orvosszakértők, a szociális szervek dolgozói a jelenlegi rendszer több vonását is erőteljesen bírálják. Az egyik legfontosabb kritika szerint a gyermekvédelem jelenleg túl keveset, költségvetésének csak valamivel több mint 10%-át költi a család felbomlásának megelőzésére, a problematikus családok anyagi és szociális támogatására, amely sokszor szükségtelenné tehetné gyermekek állami gondozásba vételét, ami az Egyesült Államokban az esetek túlnyomó többségében nevelőszülőkhöz való adást jelent. A gyermekvédelem másik súlyos problémája, hogy a veszélyeztetett helyzetű gyermekek sorsának figyelemmel kísérésével megbízott szociális szervek egyre túlterheltebbek, és ennek következtében a gyermekek jogi helyzetének tisztázása elhúzódik. Az 1980 óta érvényben levő törvények szerint az állami szociális szerveknek 18 hónapos állami gondozás után kezdeményezniük kell a gyermek jogi helyzetének végleges rendezését. Azaz az állami gondozással foglalkozó intézményeknek, illetve az állam által kinevezett gyámnak és a bíróságoknak dönteniük kell arról, hogy a család rehabilitálódott-e, és így a gyermek visszatérhet a vérszerinti szülőkhöz. Ellenkező esetben a szülők szülői jogainak megszüntetését kell a gyermek jogi képviselőinek kezdeményezniük a bíróságon. Bár a jogi szabályozás részletei az USA egyes államaiban eltérőek, általánosnak mondható, hogy a 18 hónapos határidőt az államok nem tartják be, és a gyermekek 18 hónap helyett átlagban 5 évet töltenek jogilag bizonytalan helyzetben. A gyermekvédelemmel foglalkozó szakértők hangsúlyozzák, hogy ugyan a gyermekeknek a szüleiktől való elvételéhez minden esetben bírósági döntésre van szükség, mégis a sokszor nem kellően felkészült állami szociális szervek, illetve a túlterhelt bíróságok súlyos tévedéseket követnek el. Ilyen, ha a gyermekeket nem kellően indokolt esetben, illetve alaptalanul elszakítják szüleiktől. Ez különösen súlyosan érintheti a szegényebb, tanulatlan szülőket, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel és jogi ismeretekkel ahhoz, hogy az esetenként téves vagy túlzó döntést megváltoztattassák. Hasonlóan tragédiához vezethet a másik irányban elkövetett hibás döntés is, amikor az állami szociális szervek a gyermekeket szüleiknek ismételten visszaadják, annak ellenére,
hogy az előzmények alapján már nagyon valószínű, hogy a gyermek újabb bántalmazásnak lesz kitéve. A 12 éves floridai gyerek esete arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam nevében fellépő intézmények nem mindig képesek a gyermek érdekeit képviselni, és ezért szükség van arra, hogy elismerjék a gyermekeknek azt a jogát, hogy saját érdekeiket maguk is képviselhessék a bíróságok előtt. Tárnok Évát hallották Washingtonból. Gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek világszerte tudják, Magyarországon is, ahol törvény még nem kötelez a gyerek véleményének kikérésére, hogy nem születhet jó döntés a gyerek sorsáról, ha azt akarata ellenére próbálják meghozni. Tehát, amikor csak lehet, mindent megpróbálnak, de azért nem árt, ha ehhez törvények is vannak. Az 1989-ben megalakult Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma egyik fő feladatának tekinti a részvételt a jogrendszer átalakításában. Magyarország csatlakozott az ENSZ egyezményhez a gyermekek jogairól, de a jogrendszerben még számos olyan pont van, amely ütközik az aláírt nemzetközi egyezménnyel. Ezekről kérdeztem Sári Lajost, a Gyermekérdekek Magyarországi Fórumától. Úgy gondolom, hogy a jogalkotás minden szintjén találhatunk ilyet, akár törvényi, akár egy önkormányzati határozat, de hogy még lejjebb menjek, maga az iskola világa is rengeteg olyan törvényt hordoz, amely sérti a gyermekek jogait. Én egyetlen egy példát mondanék, ami a, mondjuk a vámjogszabály, ami ugye úgy rendelkezik, hogy egy magyar felnőtt lakos X összegig vámmentesen hozhat be árut, ezzel szemben mondjuk egy gyerek annak a feléért. Vagy hogy a deviza vagy a valutaváltást említsem, ugye ma a magyar állampolgárok 300 dollár valutát válthatnak, a gyerekek csak 150-et. Ezek ilyen nagyon szemléletes példák, természetesen nem ezek a legfájóbb pontok a magyar jogrendben a gyerekek érdekeivel szemben. A gyermekmunkáról ma legalább 9 érvényes rendszabály vagy törvény van életben, ebből a 9-ből legalább 5 egymásnak ellentmond. Milyen a kapcsolata a Gyermekérdekek Magyarországi Fórumának az állami intézményekkel és a jogszabály előkészítőkkel? Hát fórumunk megalakulása óta vallja azt, hogy Magyarországon a jogalkotáshoz szóló törvényt meg kell változtatni. A jogalkotás rendszerében meg kell alkotni azt a mechanizmust, amely által az érdekeltek, az érdekelt szervezetek, az érdekelt szervezetek szervezetei véleményt tudnak nyilvánítani egyes törvényekről. Ugyanakkor természetesen, amíg ez a törvény nem születik meg, addig sem mondunk le az előzetes véleménynyilvánításról, hiszen erre van lehetőségünk. Nagyon sok minisztériummal olyan kapcsolatban vagyunk, hogy részt vehetünk a jogszabályok előkészítésénél, hogy csak néhány példát mondjak, az oktatási törvény előkészítése során fórumunk többször nyilvánított véleményt, a családjogi törvény előkészítésében is folyamatosan részt veszünk. Ha minősíteni kéne a kapcsolatot ezekkel a szervekkel, azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy a szervezetünk súlya miatt elég sokszor kapunk lehetőséget arra, hogy jogszabályok előkészítésében tevőlegesen vegyünk részt. Ugyanakkor sokszor sajnos azt tapasztaljuk, hogy ez elmarad, illetve hát, hogy a vélemények azok egymás mellett elúsznak. Milyen a kapcsolatuk a képviselőkkel? Hogy érzékelik, hogy a képviselők a törvényhozási munka során mennyire gondolnak a gyermekek érdekeire? Vannak tapasztalataink szerint korosztály problémája iránt nagyon fogékony képviselők. Velük napi rendszeres kapcsolatban állunk, tájékoztatjuk egymás munkájáról a másik felet. Ugyanakkor sajnos azt tapasztaljuk, hogy a jogalkotók, az országgyűlési képviselők nagyon ritkán figyelnek erre a korosztályra a törvényalkotás során. A Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma képviseletében Sári Lajost hallottuk. Szabad egyetemet szervez, amelyen sok pedagógus vesz részt. Létrehozta a Gyermektanulmányok Alapítványát, amely főiskolásokat ösztönöz gyerekekkel kapcsolatos tudományos munka végzésére, és évente kiadja a jelentést a magyar gyerekek helyzetéről, amelyet a helyzet sötétségére utaló korom fekete borítója miatt fekete könyvként szoktak emlegetni.
egy másik társadalmi szervezet, a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara, a gyerekek és a gyermekvédelem területén dolgozók érdekeit egyaránt képviseli. A kamara is létrehozott egy alapítványt a szakmában dolgozók képzésére, továbbképzésére, és szintén érdeklődik a törvény előkészítés iránt. Dr. Murányi Katalin, a kamara alelnöke. A család gyermek és ifjúságvédelmi törvény egy rendkívül korszerű koncepció alapján rendezné át a jelenlegi helyzetet, intézményeket és szerveket. Nagyon szerencsés módon arra törekszik, hogy a megelőzés intézményei végre kiépüljenek Magyarországon. Nagyon szerencsésnek tartjuk azt, hogy a gyermekvédelmi törvény a szociális törvénykezés egy része lesz, tehát a szociális törvényhez kapcsolódó törvény, és így azokat a gondokat, amik elsősorban szociális gondok, az a szociális törvénnyel ötvözve próbálja megoldani. És más területen, már nem anyagi területen, mit lehet tenni a megelőzés érdekében családi problémáknál, hogyan segíthet állam vagy társadalmi szervezet a család belügyeiben? Hát ez azt hiszem az egész világon egy igen izgalmas kérdés, mert ugye az ember és a gyermeki jogokat érinti, és azt az alapvető kérdést, hogy vajon a közösség ugye mennyit vállalhat fel abból, hogy beleavatkozva a személyiség autonómiájába a közösség érdekeit képviselje. Tehát ez egy nagyon izgalmas szabályozási probléma, azt hiszem az egész világon igen nagy gond, és hát ez kemény munkát jelent majd a törvényalkotóknak nálunk. Ami a praktikus oldala ennek, hiszen én gyakorlati szakember vagyok, az, hogy végül is az intézmény hálózatát is ki kellene alakítani a megelőzésnek, ahol humán szolgáltatásokat tudnának szervezni, ahol pszichés segítséget is kapnának az emberek, mert bizony ebben Magyarországon nem állunk valami nagyon jól. A családsegítő központok hálózatának kiépítéséről van szó gyakorlatilag, amihez hát nagyon sok szakemberre lenne szükség, és bizony pénzre is. Különböző tanfolyamok indulnak itt a mi térségünkben is, részint a munkanélkülivé váltak számára ilyen szociális munkás területen. A felsőoktatási intézményekben is megkezdődött már egy újfajta képzés az elmúlt néhány évben, és reméljük, hogy ezek a fiatal szakemberek majd hamarosan kikerülnek, és nem fehér köppenyt öltve fognak valamiféle tanácsadó szerepében díszelegni, hanem oda mennek a családokhoz és segítik majd őket. Az UNESCO égisze alatt működik a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége. Magyarországi Egyesületének Blumenfeld Gyuláné az elnöke. Mit kaphat a Magyar Egyesület a Nemzetközi Szövetségtől? Hát először is egy olyan szakmai biztonságot és megerősítést, és egy nagyon-nagyon jó szellemű baráti biztatást, amelyet az ember néha saját hazájában sem tud megkapni. A másik, amit kaphatunk tőlük, hogy azokat a buktatókat, amelyeket ők végigcsináltak, mert azért a nemzetközi tapasztalat is az, hogy ez egy olyan szakmai tevékenység, amelyben hát lehet hibákat elkövetni. Azt tanulhatjuk meg tőlük, hogy mi az, ami nem okvetlen fontos nekünk, akik egy kicsit, hát körülbelül egy 20 évvel kullogunk a nemzetközi gyakorlat mögött, hogy mindezeket a hibákat esetleg mi ne kövessük el. A nemzetközi gyakorlat az, hogy a gyerekeket, akiket a családjukból kényszerűek kiemelni, egyre gyorsabban hozzásegítsék ahhoz, hogy vissza tudjanak kerülni a családjukba. Na most ez úgy történik, hogy ez egy nagyon megbízható szakmai bázisra épül, nagyon sok szakember együttműködéséről és egy működésével, és egy nagyon jól kiépített ambuláns és intézményi háttérrel. Na most nálunk ezek ugye tényleg nincsenek meg ehhez az anyagi lehetőségek,
és elkövethetjük azt a hibát, amitől én nagyon félek, és amiről most például éppen egy magyarországi tanácskozáson beszélgettünk is, hogy meg akarjuk szüntetni a nevelő otthonokat, de igazából nincs meg helyette az, ami jó lenne, ha lenne. Mert nagyon sok kritika éri a nevelő otthonainkat, hogy a nagy létszámok miatt egy kicsit szakmailag nem hozzák meg azt az eredményt, amit anyagilag ebbe belefektetnek. De nem az a megoldás, hogy most akkor megszüntetjük a nagy nevelő otthonokat, hanem az lenne a jó megoldás, hogyha már mellette építenénk a kicsiket, vagy vennénk olyan házakat, amelyekben néhány gyereket tudnánk elhelyezni. A nevelőket kiképeznénk arra, hogy mostantól kezdve nincs egy központi konyha és egy központi mosoda, és sorolhatnám tovább ezeket a kiszolgáló rendszereket, hanem mindent együtt kell csinálnunk a gyerekekkel, ugyanhogy ez nyugaton van. Számomra megdöbbentő volt az a tapasztalat, hogy egy nagyon jól képzett pszichológus nő például, aki Magyarországról ment el Luxemburgba, elmesélte, hogy ő egy ilyen családias kis csoporttal van, és ő főz a gyerekekkel együtt, és ő most. Bizony ez Magyarországon eléggé elképzelhetetlen lenne, hogy egy pszichológus azt mondja, hogy mostantól kezdve én mosni is fogok. Mert ez valahogy az ő tanulmányai során nem illeszthető össze. Éppen a nemzetközi tapasztalatok idézték azt elő, hogy körülbelül egy 6-8 éve a nevelőotthoni nevelők körében, részben az általunk publikált szakirodalmak alapján, részben a nemzetközi tapasztalatok alapján, tapasztalatcserék alapján elkezdődött egy ilyen belső átalakítási folyamat. A nagy nevelőotthonokban ilyen úgynevezett lakóegységeket próbáltak kialakítani, még úgy is, hogy saját maguk csinálták a belső átalakításokat, ugye, hogy ezt mi például egy bécsi nevelőotthonban is láttuk, hogy a nevelők építenek ottan, és fabrikálnak, és átalakítanak. Ugyanígy Magyarországon is elkezdődött egy ilyen belső szerkezet átalakítás, és egy komoly szemléletváltozás. Tehát pénz és szemléletváltozás. Ahogy ebben a műsorban is hallhattuk, egyre több társadalmi szervezet foglalkozik a gyermek érdekekkel, és van is lehetőségük a beleszólásra. Nagyon helyes, egyáltalán nem kell ezt már, igazán tudjuk, hogy mindent az állam csináljon. Befejezésül, hiszen kétszer fél órán át a gyerekekkel foglalkoztunk, nagyon szeretném megismertetni a hallgatókat, Marie-Flore Mintel. Francia, német férfihez ment feleségül, Münchenben él. Nem bánkodtak hosszasan a gyerektelenségük miatt, elkezdtek örökbefogadni. Ma 3 gyerekük van, 2 Brazíliából, 1 Kolumbiából, természetesen a törvények betartásával hivatalos úton örökbefogadva. A 4. Magyarországról várják. És ezzel át is adom a szót Marie-Flore-nak. Nous désirons un enfant sans condition de son sexe, de son âge, de sa couleur, pour nous ça n'a aucune importance. Et donc quand je... Szeretnénk egy gyereket minden feltétel nélkül a nemére, korára vagy bőrszínére. Számunkra ennek semmi jelentősége. Ezért aztán eléggé csodálkoztam, amikor sok helyen megkérdezték tőlem. 11 magyar nevelő otthonba adtam be a kérvényemet, hogy esetleg cigány gyereket is hajlandó lennék-e. Mindig mondtam, hát persze. És amikor ez már 4-szer, 5-ször történt, megkérdeztem, hogy miért teszik fel mindig így ezt a kérdést. Azt mondták, hogy elnézést, de hát ez Magyarországon probléma. Mondjuk egy kicsit úgy, ahogyan a németek nem szeretik az ott élő törököket, meg hogy a magyar örökbefogadó szülők sajnos nem akarnak cigány gyereket. Ezért szokták a külföldieket megkérdezni, hogy ők hajlandók-e. Megismételtem, hogy nagyon is szívesen. Ezért sem értem, hogy még mindig nem válaszoltak. 2 éve már, hogy elhatároztuk, szeretnénk egy 4. gyereket. 2 éve hordom a fejemben, nem a hasamban. A fejemben viselem ezt a gyereket. Nincs nap, hogy ne gondolnék rá. Érdeklődtem, hogyan gondol a gyerekei vér szerinti szüleire. Örökbefogadáskor lehet-e tudni, hogy kik azok, sőt, esetleg találkozott-e velük? Pour un de mes fils, du brésilien, j'ai rencontré son papa. C'était un des moments les plus émouvants de ma vie. Az egyik fiamnak, a brazíliainak találkoztam a papájával.
Ez volt életem egyik legmegrendítőbb pillanata. Az ügyvédem kérdezte, hogy szeretnék-e találkozni vele. Mondtam, hogy igen, mert ha a gyerek majd később érdeklődik a szülei iránt, szeretnék tudni minél jobban beszámolni neki. Sajnos beszélgetni nem tudtunk, mert én nem tudok portugálul. Sajnos. Itt csak néztük egymást. Csodálatos volt. Az volt az érzésem, ez az ember azért adta nekem a gyerekét, hogy megmentse. Nagyon, nagyon erősen éreztem a felelősséget, és hatalmas hálát is, köszönetet. Szerettem volna tudni elmondani neki szavakkal is, hogy mindent meg fogok tenni a gyerekéért, és boldog lennék, ha majd egyszer újra találkozhatnánk, ha a fia is meg akarja őt keresni, és ő majd azt mondhatja, szépen felnőtt a fiam. Biztos vagyok benne, hogy az én három gyerekemnek a dér szerinti szülei nem akarták elhagyni a gyereküket, hanem azért adták nekem, hogy esélyt adjanak számukra az életben. Mindhárom nagyon, nagyon szegény körülmények között élt. És tisztelem ezeket a szülőket, mert micsoda bátorság kell ahhoz azt mondani, más szülőkkel jobb élete lesz a gyerekünknek, mint velünk. Láttam a nagyfiam apjának a tekintetét. Szerette a gyerekét. Nagy tévedés lenne azt hinni, hogy a harmadik világban könnyű szívvel hagyják el a gyerekeket. Ez nem igaz. Kényszerítve vannak erre, a szörnyű nyomor miatt. A mindházas pár éppen ma délelőtt már interjúnk elkészülte után kapta meg a Veszprémi Gyermekvédő Intézettől az elutasítást. Azzal az indokolással, hogy elsősorban olyan szülőknek adnak gyereket örökbe, akik gyermektelenek. Érzésem szerint ez inkább a gyerekvágyó szülőknek, mint a család nélküli gyerekeknek az érdekeit képviseli, akiknek biztosan jó lehet nagy családba kerülni. Bádi Lászlótól érdeklődtem, a Veszprémi Gyermekvédő Intézet igazgatójától. Teljesen egyetértek önnel, amikor azt tetszik mondani, hogy egy több gyerekes családba behelyezni egy kisgyereket sokkal jobb, sokkal több információt kap, sokkal érzelem gazdagabb, ha szabad ezt mondanom, az a közösség, ahol sok kisgyerek van. Egy természetes ténnyel állunk sajnos szemben, nagyon kevés az a kisgyerek, akit örökbe tudunk adni, még akkor is, hogyha a kedves francia érdeklődő hölgy, akit én nagyon tisztelek, szeretné, ha a cigány kisgyereket kapna örökbe a többiek mellé. Ugyanakkor tudniuk kell, hogy nálunk több mint 100 külföldi érdeklődő áll sorba, hogy ezt a csúnya szót mondjam. Van, aki már több éve is itt nyilvántartásban van nálunk, és akkor még nem beszéltem a több mint 80 Magyarországról örökbe fogadni szándékozóval. Kérem, vegyék azt figyelembe viszont a másik oldalon. Nagyon sokan soha nem ismerték meg a gyermekáldásnak azt a formáját, amikor egy kisgyereket dédelgetni lehet, tisztába tenni, figyelemmel kísérni, ahogy elkezd először járni, az első lépéseit óvni, vigyázni. Azt hallottam, hogy magyar örökbefogadó szülők nem nagyon akarnak cigány gyereket. Kialakult-e egy olyan szokás, hogy a külföldiek kapják a cigány gyerekeket? Igen, ez így igaz. Szeretném azt alátámasztásként elmondani, hogy van úgy, hogy cigány szülők is nem cigány kisgyereket szeretnének örökbefogadni. Tagadhatatlanul a külföldről örökbefogadni szándékozók ragyogó anyagi körülmények között vannak, tehát meg tudjuk adni ezeknek a kisgyerekeknek, hogy lehetőleg ne nevelő otthonokban nevelkedjenek, hanem oda kerüljenek ragyogó körülmények közé. A Szabad Európa Rádió 1992. november 9-én sugárzott műsorát hallották az állami gondozásról Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.